Adomány érkezett a Markot Ferenc kórházba csütörtök délelőtt. A Vitézi rend ugyanis egy hűtőszekrényt ajánlott fel az intézmény számára. Dr. Tummer Erné Rebicsek Rita, az egészségügyi intézmény ápolási igazgatója elmondta, nagyon hálásak a felajánlásért, mint mondta, sokat jelent számukra a lakosság, valamint a különböző civil szervezetek és vállalkozások támogatása. Most ennek a hűtőnek nagyon örülünk, mert pont az intenzív osztály jelezte, hogy elromlott a hűtője. Ugye ott folyik a legkomolyabb munka, igaz, hogy nyilván kevesebb beteggel, mint a nagy Covid osztályon, de sokkal heroikusabb a küzdelem. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk, és egy ilyen hűtővel támogattak meg bennünket. Barta István vitézi hadnagy elmondta, a vitézi rend évek óta rendszeresen igyekszik segítséget nyújtani az egrieknek, illetve különböző intézményeknek, így most is fontosnak tartották, hogy támogassák a kórházat. Azért tartjuk fontosnak a segítségnyújtást, mert úgy gondoljuk, hogy kétféleképpen tudjuk segíteni a munkájukat. Az egyikkel úgy, hogy beoltatjuk magunkat, a másik meg úgy, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor olyan eszközökkel támogatjuk a védekezést, ami hasznos számukra. Most jelenleg ez a hűtő volt az, amire azt mondták, hogy szükség van. Hozzátette, a tervek szerint az átadott hűtőszekrényt több alkalommal is feltölti majd a vitézi rend. Továbbá elmondta, a jövőben is igyekeznek segíteni a kórháznak, illetve a befogadó otthonnak, amely intézményt rendszeresen támogatják.